Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Nagyon sokan megnézték tegnap a részleges holdfogyatkozást, aminek a legnagyobb kiterjedése 66%-os volt, azaz így mértékben lépett be a hold a föld árnyékába. Ezeket a fotókat Cser Jolán készítette Szekszárdon, nagyon szépen köszönjük neki. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket pedig Önök is küldjék el nekünk a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. Éjszaka azért némi felhő megzavarta a holdfogyatkozás, szerencsére azért nagyon-nagyon sok tökéletes fotót kaptunk erről. Ma viszont csak gomoly felhők képződnek, és csapadékban sem nagyon lesz részünk. Tőlünk északra vonul el egy hidegfront, de ez nem nagyon éri el a Kárpát-medencét, időközben fel is oszlik, úgyhogy emiatt csak kicsivel több felhő lesz az északi tájakon. A hőmérséklet csúcsértékei a keleti ország részben, illetve a Kárpátok legkeletibb területein csupán 20 fok környékén alakulnak, Erdélyben például néhol csak 17 fokig melegszik a levegő. Ezzel szemben nyugaton már 30 fok környékén lesznek a maximumok. Az északnyugati szél nagy területen élénk lesz, északnyugaton egy-egy erősebb lökés sem kizárt, és azért főként a napsütés fog dominálni a mai napon is. Csütörtökön viszont már a nyugati tájakon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, pénteken pedig szorványosan készülhetünk erre a Kárpát-medencében. Szombaton viszont már a napsütésé lesz a főszerep, és vasárnap is, sőt vasárnap már 30 fok fölé is kúszik a hőmérséklet, 28 és 32 fok között lesznek ekkora csúcsértékek. A felmelegedéssel egyidejűleg az éjszakáink is egyre enyhébbek lesznek, úgyhogy visszatér a hamisítatlan nyár. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!